Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Ne legyen áldozat című műsort 2008-ban hoztam létre, mint egy hiánypótló tájékoztatásként ebben a sok esetben gyalázatos és embertelen földi világunkban. A műsort a kezdetek óta saját magam szerkeztem és egyben finanszírozom. Támogatást soha egyetlen alkalommal sem kaptunk. Sajnos azonban az egyre csak romló gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban is magam finanszírozom ezt a műsort, ami nagy hiánya a tömegtájékoztatásnak. Elfogytak az erre irányuló tartalékaim, így az alábbi tiszteletteli kéréssel fordulok Önökhöz. Amennyiben van rá lehetőségük, úgy kérem, hogy havi szinten 1000 forint összeggel járuljanak hozzá műsorok további készítéséhez és megjelenítéséhez. Ezáltal biztosítva, hogy az eddigi befektetett munkát nem kell abbahagynom, és továbbra is heti rendszerességgel tudom elkészíteni és megjeleníteni az újabb és újabb adásokat. Támogatásukat az alábbi bankszámra tudják elhelyezni. Köszönettel és tisztelettel, Tímár László, szerkesztő műsorvezető. A magyar nyelv a legősibb ma beszélt nyelv a Földön, és ennek megfelelően a magyar nyelv tartalmazza a legnagyobb százalékban az úgynevezett ős etimonokat, ami az ősiség tényét szintén alátámasztja. Magyarul beszélni és magyarul gondolkodni is egyben egy teljesen más szintje a létezésnek, aminek köszönhetően olyan magasabb szintű összefüggések is megérthetőek a teremtett mindenségből, ami más nyelven beszélve és gondolkodva nem lehetséges. Azonban szellemi hanyatlás mutató tényező, hogy Magyarországon is erőteljes mértékű az idegen nyelven történő írásos megjelenítések használata. Ez azt jelenti, hogy a magyar szóhasználat helyett többnyire az angol nyelvet helyezik előtérbe. Persze ez sem csak úgy véletlenül van. Le kell szoktatni a magyar embereket arról, hogy magyarul gondolkodjanak, ami pontosan tükrözi vissza a magyarországi állapotokat ezt illetően. Azok, akikkel a magyar anyanyelvükkel szemben idejekorán tanítják meg az angol nyelvet, soha nem lesznek képesek egy bizonyos szellemi szintet átlépni. Ez nem meglepő, hiszen az angol nyelv csupán csak 4%-ot tartalmaz az ős etimonokból, amit lássunk be, nagyon csekély. Ezzel a cél olyan primitív emberek tömegének a kitenyésztése Magyarországon is, akik egy ponton túl képtelenek gondolkodni és összefüggéseket átlátni, ami állapot már most is erőteljesen érezteti a hatását. Mai műsorunkban továbbra is a legősibb nyelvről, a magyar nyelvről lesz szó. Vendégem Borza Vajk, olasz hittanszakos tanár. Jó estét kívánok, tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm Önt itt a stúdióban. Jó estét kívánok. Tanár úr, ehhez a témához kapcsolódóan én olyan kérdéseket is szeretnék feltenni Önnek, amely nem biztos, hogy rögtön azt mutatja, hogy a magyar nyelv ősiségével vagy az ős magyar nyelvvel foglalkozunk, de kifejtve fogjuk látni, hogy igenis nagyon szoros összefüggés van a jelen állapotok, amiket tapasztalunk, és azoknak a kérdéseknek a megválaszolása között, amelyeket most szeretnék Önnek feltenni. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan látja Magyarország, vagy akár más európai országok szabad országok, vagy csak szabadnak látszó országok, függőségben tartott országok? Az én megítélésem szerint, hogyha személyesen kell erre a kérdésre válaszolni, akkor én azt mondom, hogy nem szabad és nem független országokról van szó, hiszen van egy birodalmi törekvés, amit az Egyesült Államok már nagyon régóta elindított. Hogyha megnézzük mondjuk az első világháborúnak vagy a második világháborúnak a történéseit, akkor pontosan tudjuk, hogy Amerika mindig összejátszott a nagyhatalmakkal azért, hogy vezető pozícióba kerülhessen és az úgynevezett egypólusú világrendet ki tudja alakítani. Szerintem itt van a kutya elásva, és hogyha megnézzük mondjuk a mai európai Egyesült Államokra való törekvést, akkor Amerika egyértelműen azt a célt tűzte ki, hogy az európai embereket tartsa rabszolgasorban, és hogy minél jobban ki tudja rekeszteni az úgynevezett fehér társadalmakat, és összekeverje a civil szervezeteivel azokat a nagyon normálisan gondolkodó embereket, akik esetleg kapcsolatba hozhatóak mindenféle devianciával, akik például a szexuális propagandát tudják erősíteni. Ugye erről már korábban beszéltünk, hogy vannak ezek az úgynevezett szivárványos elemek, amiket
hát az ember elszörnyűködve néz, hogy mennyire terjed a deviancia, és ez bizony az amerikai civil szervezetek terjesztik folyamatosan, és ezáltal próbálják háttérbe szorítani azokat a normális nemzeti közösségeket, mint például a farmereket, akik ugye ott vannak kint ugye Texas államban. Ők például a hagyományos életet élnek, de az a cél, hogy ők teljes mértékben háttérbe legyenek szorítva. Tehát, hogyha ebből a szemszögből nézzük, akkor ki kell jelenteni, hogy nincsenek független társadalmak, illetve hogyha próbálnának függetlenedni, akkor próbálnák őket háttérbe is szorítani ezáltal. Ez az amerikai típusú demokrácia, amit demokráciának neveznek, ez mit is takar valójában? Van nekem is erről egy saját véleményem, ezt megtartom most magamnak, de mit akar ez az úgynevezett demokrácia? Azt tudjuk nagyon jól, hogy az USA a maga által demokráciának nevezett állapotot szokta exportálni, általában ez az export az mindig avval szokott végződni, hogy emberek milliói halnak meg, 10 milliók megmenekülnek el az országaikból, és ha megnézzük a II. Világháborút eltelt időszakot, ez alatt az időszak alatt több tucatnyi háború lett szítva az USA által, és ki tudja, hogy hány száz millió ember hagyta el az otthonát, és most is ez folyamatos ez a vándorlás. Mit is mondhatnánk erről a demokráciáról? Hát ez a demokrácia tulajdonképpen lehetne úgy is megfogalmazni, annak idején egy nagyformátumú püspök Hegedűs Lóránt mondta azt, hogy demokratúrának lehetne nevezni ezt a rendszert, ami egyveleg a diktatúrának és a demokráciának. Ahogyan is említette, én magam is ezt gondolom, hogy az úgynevezett demokrácia export az nagy mértékben megjelenik a világon, és Amerika a saját képére és hasonlatosságára próbálja meg az embereket teremteni. És azért mondom így, hogy teremteni, mert próbál a vallás helyébe lépni, és hogyha például a Bibliát felütjük, akkor megjelenik a sátán zsinagógája is. Én hadd legyek egyébként kicsit ebben az irányban negatív értelemben elfogult, szerintem a sátán zsinagógája ma az Amerikai Egyesült Államok és a csatlósai, akik próbálnak szolgasorba tartani embereket. Ezek a tendenciák már nagyon régóta kirajzolódtak, az első-második világháború pontosan megmutatta, hogy mit akarnak, mi a céljuk, és most csúcsosodik ki az orosz-ukrán háborúban, aminek hát ki tudja, hogy mikor lesz vége, de látjuk minden esetre, hogy görcsösen ragaszkodnak az egypólusú világrendhez, látjuk, hogy ennek nincsen jövője, azért Kelet próbál följönni, a régi Kelet is egyébként, ugye korábban beszéltünk már ugye Irakról, a régi őshazáról, ahol a Kárpát-medencéből is vándoroltak oda ki magyar testvéreink. Ezek az országok most próbálnak följönni, és bizony Amerikának megállt parancsolni. A nemzettudat megléte, illetve a nemzettudatnak a hiánya mit tud következményként megteremteni, akár az egyik, akár a másik állapot? Van egy nagyszerű mondása Márai Sándornak, aki az államot szereti, egy érdeket szeret, aki a hazáját szereti, egy végzetet szeret. Hogyha ezt emészgetjük, ezt a mondatot, akkor benne van a lényeg, hogy az ember, hogyha önállóan gondolkodik, akkor nincs abból kivezető út, csak olyan értelemben, amit rabszolgasorban meg lehet tenni. Tehát közösségekre van szükség, azon belül pedig nemzeti közösségekre, és nagyon fontos, hogy példaképek legyenek előttünk. Ugye olyan példaképek, akiket a nemzetegyesítés kapcsán meg lehet említeni. Ugye a magyar történelem és a magyar irodalom tele van ezekhez az emberekhez is egyébként hasonló példákat is lehetne mondani, mint például Vas Albert, aki ugye a magyarságával, az egyetemes felfogásával, erkölcsi felfogásával próbált bennünket tanítani, vagy akár mondhatnám Horthy Miklóst is, ugye, aki a 20. század egyik, mások szerint ellenmondásos, de szerintem az egyik legnagyobb hazafi, aki próbálta a nemzetet egyesíteni. Tehát ezekre a példaképekre szükségünk van, és érdemes őket felépíteni magunkban. Miért érdek a nemzettudat elnyomása, háttérbeszorítása, illetve megsemmisítése, és helyett egy ilyen világpolgári szemléletnek a helyébe való tevése? Ez miért érdek? Kiknek az érdeke? Miért és kiknek az érdeke? Azoknak áll érdekében elsősorban ez a felforgatott társadalom, akik az anarchiában hisznek. Ha megnézzük a 20. század elején az őszi rózsás forradalmat, akkor a Berénkei kormánynak a lemondása után ugye az úgynevezett proletár diktatúra pontosan megmutatta nekünk a történelemben, hogy mi történik akkor, hogyha az anarchisták átveszik a hatalmat. Az a lényeg, hogy egy olyan embermassza jöjjön létre,
Nyilván elsősorban a birodalmi törekvők, akik ezt a gondolkodásmódot kialakítják. Tehát régen a történelemben ugye Amerikának az elődje ugye a Szovjetunió, aki erre törekedett, ma pedig az Amerikai Egyesült Államok és az úgynevezett civil szervezeteik próbálják meg ezt az emberek felé közvetíteni azért, hogy ne legyen, nemhogy nemzetközösség, még családközösségről se lehessen beszélni. És hogy a pénz az egy helyen maradjon, ne legyen lehetőség az embereknek a megújulása, a felfelé tekintése, és hogy csak az ő elvárásaik szerint cselekedjenek. És akkor természetesen nem beszéltünk még az úgynevezett maffia módszerekről is, megfélemlítésekről is, ami ugye hát a világháború alatt is ugye érzékeltette a hatását. Ugye nagyszülőktől tudjuk, hogy az AVH hogyan működött, vagy Romániában a Securitate, és hát ugye nagyon hasonló módszer szerint működtek, de talán még annyit érdemes megjegyezni, hogy Romániában még keményebb módszereket alkalmaztak. Tehát az ő elvárásaik egy olyan irányba viszik el a társadalmat, hogy a félelem legyen az elsődleges, ami az emberek szívében megjelenik, és hogyha valaki fél, akkor onnantól kezdve rabszolgasorba kerül. Miben látja mindennek a függőségben való tartásnak az okait? Mi az, ami ezt az egészet gyakorlatilag kiváltja, amiért ezt az állapotot bizonyos körök fenn akarják tartani? Tehát részben ugye az egypólusú világrendennek az oka, hogy ne lehessen a vagyont szétosztani, illetve hogy a gazdasági hatalom az egy kézben legyen, és hogy ne szenvedjen emiatt hátrányt, ugye mondjuk jelen esetben az Egyesült Államok. Tehát ezek a körök például, hogyha mondjuk megemlítjük, ugye néhány évvel ezelőtt volt az úgynevezett vakcina botrány, ami az Európai Unióban is egyébként ugye megjelent, és hát ugye nincsenek erre utaló jelek, hogy mondjuk esetleg az a személy, aki vezeti az Egyesült Európai Tanácsot, és azért mondom így egyébként, mert minden percben erre törekszenek, hogy egy Egyesült Európai Államokról lehessen beszélni. Tehát neki nem érdeke, hogy kiderüljön ez a botrány. Vannak már egyébként ugye hangfelvételeket, amiket hallottunk ennek kapcsán, de most sem hozzák ezeket nyilvánosságra. Tehát elsődleges az, hogy Amerika irányítsa az európai országokat, és ezáltal egy kézbe tartsa az egész világot. Tehát ezeknek a köröknek és ezeknek a civil szervezeteknek az érdeke az, hogy a világ ilyen szempontból egy irányba menjen. Az emberiség, illetve az általuk kontrollált emberiség feletti kontroll, totális kontroll megtartása, az milyen mértékben cél vagy eszköz? Hogyha Kínában egyébként járunk, vagy megnézzük, kedves nézőknek mondom, hogy van egy YouTube-os felvétel erről, az a cím, hogy Utópia. Nem tudom, hogy ki az, aki esetleg ezt végignézte. Ha jól emlékszem, akkor ez egy 8-10 perces videó, és pontosan bemutatja, hogy milyen a kontroll. Hogy van egy hazatérő ember, aki Utópiába éppen leszáll a repülőgépjéről, és kap egy olyan órát, vagy egy olyan megbélyegzést, hogy ha bármit csinál, akkor őt elő lehet venni, és ugye meg lehet figyelni. Például, hogyha szemetel, akkor ugye megjelenik a piros fény azon a kis órán, ami rá van csatolva, és ezáltal ugye az állam tudja őt folyamatosan figyelni. Ez egy igaz történet. Én azt gondolom, hogy én ennek után olvastam, hogy Kínában ez már megjelent, ez a totális kontroll. És elsősorban azokra az országokra jellemző, ahol vagy kommunizmus van, mint a Kína esetében, vagy egy autoriter, vagy annál is durvább elnyomórendszer uralkodik. Miért cél az emberiségnek az uralása? Azért cél elsősorban, mert most azért jelentsük ki, hogy sajnos az Antikrisztus eléggé jelen van a világban. Azt ugye nyilván hál' Istennek nem mondhatjuk, hogy uralkodik, mert a Jóisten kézben tartja a dolgokat és fenntartja a világot a jó emberekkel együtt, de bizony-bizony megjelenik ugye különböző formában, és így együttműködve ezekkel a nagyon megáltalkodott emberekkel próbálják ezt a világot romba dönteni. Tehát a sátánnak egyértelműen az a célja, hogy tort üljön a Jóisten fölött, és ezáltal próbáljon egy mélyütést bevinni a teremtőnek, mert hiszen amit itt a teremtett világban látunk, az mind a Jóistennek köszönhető, és ezt a sátán viszont méretetlenül gyűlöli. Nem csak a teremtett világot, hanem magát az embert is, mint a teremtés koronáját. És én ebben látom az okot, hogy azért vannak ilyen törekvések.
mindennek a megvalósításához, ha most veszük az emberiséget, milyen emberfajtával lehet ezt könnyebben megtenni? A gondolkodni, összefüggéseket magasabb szinten átlátó, és tényleg gondolkodó emberrel, vagy egy bizonyos szintre lesülyeztett, primitív szinten tartott fogyasztói társadalommal lehet ez könnyebben, akinek ki van szinte minden pillanata töltve különböző kicsel? A kérdés egyszerű egyébként, és a válasz is természetesen. Tehát azokkal az emberekkel, akik csak a napi megélhetéssel foglalkoznak, ugye a proletariátus egyébként pontosan ezt mutatta meg a történelemben, hogy akik az anarchiában hisznek, és a saját maguk felfogásában, és csak az olyan, amit ők kigondolnak, és csak vásárolni tudnak, fogyasztani tudnak, és nem teremtenek. Tegyük hozzá, hogy az embernek úgy a kötelessége a teremtés, és azon belül pedig ugye a Krisztus járkövesnek a felmutatása. Na most ezek az embercsoportok, nevezhetjük így őket, nem biztos, hogy abban tudnak irányt mutatni, hogy hogyan kell élni a szó pozitív értelmében. És ezekkel az embertömegekkel bármit meg lehet csinálni, mert a gondolkodás az teljesen ugye háttérbe szorul, és ahogy említettük, nagyon sokszor a falanszter jelenik meg Manácsi Brember tragédiájában, hogy saját magánál nem lát előrébb az ember, csak a saját orrát figyeli, a saját arcát, hogy mit kéne csinálnia, és a hazugságra épül az élete, ez nagyon fontos. Említette a Krisztusi erkölcsöt. Van-e összefüggés a között, ha megnézzük, ugye több világvallás létezik, ha a nagy vallásokat nézzük, akkor itt vannak például a muszlimok, itt van a muszlim vallás, és itt vannak még más nagy vallások is, de mégiscsak a keresztény vallásban, a fehér ember világában lehet azt tapasztalni, hogy mindenfajta mocskot, devianciát, aljasságot erőltetnek, ezeket állami szinten gyakorlatilag sokszor azt lehet tapasztalni, hogy rendvédelmi erők kíséretében és védelme alatt is erőltetik. Itt gondolok a különböző deviáns felvonulásokról, a gyerekeknek a különböző érzékenyítéséről, az igazságszolgáltatásban a bírák, illetve az ügyészek érzékenyítéséről, és azt lehet tapasztalni, hogy minden irányban a krisztusi erkölcs szerint élő ember van gyakorlatilag háttérbe tolva. Nem hallunk olyat, hogy ilyet csinálnának a muszlimoknál, el tudjuk képzelni, hogy egy muszlim világban mi lenne mindennek a következménye, ott próbálkoznának ilyenekkel. Van-e összefüggés a krisztusi erkölcsnek a tiprása, sárba tiprása, illetve, amit elmondtam, a között az összefüggés között és állapot között? Természetesen van, hiszen a kereszténység az egy szeretett vallás, tehát azért azt nem győzem hangsúlyozni, hogy a szeretett vallásnak ugye a legfontosabb égköve az egymásért való élés, illetve a másiknak a segítése, feláldozni saját magamat akár a másik kedvéért is. Ezt nyilván olyan értelemben értem, hogy ha nekem alá kell szállnom, úgy, ahogy egyébként Keresztelő János alászállt ugye Krisztusnak, akkor meg kell tennem azt, hogy engednem kell a krisztusi erkölcsnek, és az kell, hogy vezérelje az életemet. Tehát a mi szívünk egyébként krisztusi, tehát mi új emberek vagyunk, ugye új szövetségi népek tagjai elsősorban, ezt hadd mondjam ki, és ott viszont a krisztusi útnak van létjogosultsága. Ezzel szemben, hogyha megnézzük a világvallásoknak a többi részét, például a muszlim vallást, amit ugye említett is, a muszlimok ugye az erőszakos térítésre fektetik a fő hangsúlyt, és azért tegyük hozzá, hogy bár irigykedve nézzük nagyon sokszor, hogy hú, milyen jó, hogy így fenntartják a saját hagyományokat, ami hát féligasság, mert nézzük meg, hogy milyen módon teszik ezt. Úgy, hogy a másikat káini módon megölik, akkor, hogyha érdekük azt kívánja. Tehát nekünk ez elképzelhetetlen. Tehát mi ugye egymásért élünk, és nem egymásból. És a krisztusi erkölcs ezt kizárja, a gyilkosság az ugye azt lehet mondani, hogy a legsúlyosabb bűnök egyike. Tehát erre figyelnünk kell. Mindeközben pedig a muszlim vallás, vagy akár mondhatnánk egyébként tényleg más példákat is erre a világvallások közül, hogy arra megy rá elsősorban, hogy a másikból éljen, és a másik rovására tudjon érvényesülni. Tanár úr, ön hogyan látja mindezen előzmények ismeretében a magyar anyanyelvet illetően? Milyen megtapasztalások azok, amik a jelenkorunkat illetik, a saját anyanyelvünket illetően mondjuk itt, akár a hazánkban, Magyarországon? Azt tapasztalhatjuk, hogy folyamatos a történelem hamisítás és a hazudozás, meg a maszatolás ezzel kapcsolatosan. Ugye nagyon sokszor említettük már, hogy a történelem órákon nem hangoznak el azok a részigazságok sem, amiket elvárna az ember, hogy vajon hol található a mi igazi őshazánk, vajon milyen a mi írásunk,
hány évezredes lehet egyébként, nyugodtan mondhatjuk ezt, ugye tudjuk nagyon jól. Az előző adásban a kedves nézőknek már említettük, hogy ugye nagyon sok olyan példa van ugye sumér leletekre, amik több ezer évesek, mondjuk a tatárlakai amulet ugye 5000 éves, és ennek utána lehet nézni, vannak hozzá források. Természetesen nem csak Barini Jós Ferenc, akit ugye előző műsorban méltattam, nem csak az ő példáján keresztül lehet ezt megismerni, hanem számos más írót is ide lehet hozni, meg Kis Dénest is, aki egyébként a magyar nyelvvel erőteljesen foglalkozik. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg példát lehet említeni, vagy például a Bakos Attilának a Duna Evangéliuma, ami egy nagyszerű kutatómunkán alapszik. Lehet látni, hogy a mi ős nyelvünk valójában a Krisztus előtti megújulásnak volt a legfontosabb előzménye. Mennyire ősi nyelv emlékeztetőről, erről már volt szó több alkalommal ebben a műsorban, mennyire ősi nyelv a magyar nyelv? Milyen mértékben tekinthető ősinek, vagy adott esetben a most beszélt nyelvek közül ő-e a legősibb nyelv? Ezt nyugodtan kijelenthetjük, hiszen az etimonok, az ős etimonok, amit már nagyon sokszor megemlítettünk, hogy a 68%-ot tartalmaz az ős gyököknek az aránya a magyar nyelvben, ami páratlan. Ezt tegyük hozzá, és ezt nem győzünk hangsúlyozni. Ugye visszatérő probléma, hogy keresik az emberek ezt a párizsi kutatást a Sorbonne Egyetemről. Rengeteg példát lehetne mondani, csak megemlítem a kedves néző kedvéért, és ő Tomori Zsuzsa professzor, aki Kárpát-medencei Ősmúltunk című írásában a következőt írja le. A világteremtés ütemétől kezdve tudásvilágunk minden kincsét nyelvünk szerkezetébe rejtették őseink, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy magyar nyelvünk a teremtés nyelve, a világ ős nyelve. És ez egyben utalás is egyébként arra, hogy ezeket az őseti monokat kik vizsgálták és milyen módszer szerint. 3,5 percen maradt a műsorodunkból, tanár úr. Vannak nézői hozzászólások az eddig elhangzottakhoz, a különböző általunk elkészített filmeket illetően. Én szeretném, hogyha ebből mazsoláznánk egy kicsikét, szemezgessünk. Átadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Kiemelnék egy nagyon-nagyon szép írást Bíró Zoltántól, aki a következőt írja. A magyar nyelv az egyetlen beszélt nyelv a világon, amelynek fény természete van. Minden szónak két jelentése van, mint a fénynek. Anyagi és hullám természete van. Például főnév és ige, nő és nő. A magyar nyelv sajátossága, hogy a beszélő partnert partnernek tekinti. Tudom, hogy tudja. Tegyük hozzá, hogy ez Telleredétől származik ez az idézet, és őt azért érdemes idehozni példaként, mert ő hithű zsidó emberként azt vallotta, hogy ha magyar nyelvet nem ismerte volna, akkor ő egy középszerű középiskolai tanár lett volna, és ő volt az az ember, aki ugye a kutatásához a magyar nyelvet tudta hasznosítani a szó legszorosabb értelmében. És sorolhatnánk itt a neveket, ugye már megemlítettük előző adásokban is, tehát Boringnak, Sir John Boringnak is ugye a méltatását a magyar nyelvet illetően. Tegyük hozzá, én is azt gondolom, hogy a magyar az a teremtésnek a nyelve. Azt hiszem van valaki, a kedves nézőnk közül, aki Táncsics Mihállyal kapcsolatosan is tett közé egy írás, nem tudom, hogy azt... Igen. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást is. Végre Táncsics Mihályról is elhangzott az igazság. Utóbbi időben össze-vissza beszélnek róla, mint szabad kőműves. A Habsburgok pedig lassan ismét beköltöznek a mi budai várunkba. No, hát nagyon sok hazugság szokott elterjedni Táncsics Mihályról is. Hát annyit hagyd tegyek hozzá, hogy Táncsics Mihály önfeláldozó emberként az igazságot kutatta, és a magyar nyelvet szerette volna előtérbe helyezni, hiszen látta, hogy a német nyelv kerül előtérbe, és minden idegszálával azon dolgozott, hogy ezt sikerüljön véghez vinni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeket a hozzászólásokat. Van még olyan hozzászólás, amit tanár úr felolvasna? Igen, van egy másik is, ami szintén Táncsics Mihályról szól. Táncsics Mihály született szerb, megmagyarosodott, mint Damjanics, és megírta a világ legrégebbi nyelve, a magyar könyvét. Az internet természetesen törölte még a könyv címét is. Talán ő volt az utolsó, aki valódi magyar történelmről írt könyvet álnéven. Őt is üldözték természetesen, mint sok más jó magyar embert, és itt egyértelműen kiderül, hogy ő
nem volt ugye született magyar, de mégis szívében magyarrá tudott változni, mint ahogy Damjanics is tette, vagy akár beszélhetnénk, hogy az Rényi Miklósról is, aki hithű magyarként szolgálta a hazát. Nagyon-nagyon hiánypótló ez a hozzászólás is, úgyhogy biztatjuk a kedves nézőket, hogyha van valami hozzáfűzni valójuk, akkor tegyék ezt meg. 20 másodpercen maradt a műsorodőből, tanár úr, egyetlen egy nagyon rövid kérdésemre maradt idő, ezt majd a következő adásomban fogjuk részletesen fejteni. Az előzmények ismeretében, hogy felvezettük a műsort, miért pusztítják a magyar nyelvet, ezt az ősnyelvet? Azért pusztítják, mert tudják, hogy ez a teremtésnek a nyelve, és mondhatjuk azt nyugodtan, hogy krisztusi nyelvezetről van szó, hiszen Krisztus is a szeretetet mutatta fel, és a magyar nyelv is egyébként szeretetet tud kölcsönözni embertársaink felé. Legyen ez a végszó ebben a műsorban. Innen szeretném minden folytatni tanáról a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.